Hol volt, hol nem volt, hetetét országon túl. Volt egyszer egy szegény asszony, annak volt egy leánya. Szegények voltak erőst, nem volt, csak egy rossz kalibacskájuk. Egyszer beteg lett az öreg asszony, oda hitta magához a leányát. Édes leánkám, én úgy érzem, meghalok, nincsen semmim, amit reád hagyok. Menjél el szolgálni, és éljél úgy, ahogy tudsz. Azzal behunta a szemét, és meghalt. Eltemette a falu, mert a leánynak nem volt, amiből eltemettesse. Volt egy pokróca, azt magához vette, s elindult országot, világot járni. Ment kéregetni, de biza sehol se adtak neki semmit, azt mondták, elég erős vagy, dolgozzál. Igen, de a lán erős rest volt, inkább étlen ült, mint hogy dolgozzon. Egy kertbe meghúzódott, és így eltűnt valahogy a nyár. Mikor megjött az ősz, egyik pajtából bújdosott a másikba. Egyszer csak beért egy erős nagy városba, és hallja, hogy a király azt doboltatja, hogy van egy nagy kastélya eladó. Annak adja el, aki egy percig se alkuszik, és amennyit kér, azt abba a szent helybe megadja, gondolja magában a leány. Meg kéne vegyem azt a kastélyt. Azt hazudom, hogy van pénzem. Úgy es lett, elment a királyhoz, hogy ő megveszi a kastélyt. Na, azt mondja a király, a kastélyon, ahány nap van, annyi ablak, ahány hét van, annyi ajtó rajta, ahány hónap van, annyi szoba van benne. De annyi pénzt is kérek, 365 krajcár, és ha nem alkuszol, akkor a tiéd a kastély. Felséges királyom, nem alkuszom. Most nincsen pénzem, mert sok adósaim vannak. Ha megadják, akkor én is felségednek megadom, csak szabjon ki egy határidőt, hogy mikorra kell megadni. Nézd csak, édes leánkám, 365 nap múlva, gondolta magába. Az kerek egy esztendő, és nem bánom, ha felakasztanak es, de meg tudom mondani még a halálom óráján es, hogy én palotába aludtam. A király odaadta a kócsokat, a leány elment szépen a palotába, megnézte egyik szobát, a másik szobát is, és mind a 12-t végigjárta. Bezárta az ajtót, a pokrócának felét letette a földre, reá feküdt, a másik felébelbét a karóccott. Hát egyszer csak valami macska nyávogást hallott. Nyá! Nyá! Na, szegény macska, te is olyan árva vagy, mint én. Felkőtt, s béheresztette. Egy akkora nagy fekete macska volt, hogy rettenetes. Na, gyere ide, né, bújj mellém, doromboljál nekem, legalább nem leszek egyedül. És a macska odabújt, és olyan szépen dorombolt, de olyan szépen, hogy a leány elaludt. Hát egyszer úgy hajnal felé felébred a leán, hát a macska se hunt sincs. Nézi a kócsot, az ott van a feje alatt, az ajtó bezárva, az ablakok bezárva. Hát ez hogy tudod kimenni? Na hát, ha kimentél, hát kimentél, akárhogy. Hát eljön megint az este, megint lefekszik. Újra jött a macska. Azt mondja neki a leány, hol voltál te, hogy mentél ki? Hát a macska elkezd nyávogni, és ahogy nyávogott, a szájából csodaszép drága követ ejtett ki. Nézi a leán, forgassa, nem tudta, hogy mi lehet. Félretette egy fazékba, és a macskát megint magához vette. A macska dorombol, s a leány elaludt. Hát ez így ment, vagy 3 hétig? Gondolta magában a leány. Megállj, mert én még lesem ezt a macskát. Úgy estek. Este, mikor jött a macska, megsimogatta, megszeretgette, a macska kitette a szájából a drága gyémántkövet, a leány belé a fazékba. A macska dorombolt, dorombolt, hogy alítsa el a leányt. De a leány úgy tett, mintha aludna.
Egyszer csak halljatok csodát, a macska, mikor gondolta, hogy elaludt a leá, felkőtt, és egyet dobbantott a lábával, és az ajtó kinyillott, és elillant. A leány is felugrott, ő és a macska után. A macska csak menjen egy hosszú folyosón a palotába, erre is hajtók voltak, arra is hajtók, de nem ment be egybe se, hanem a legutolsó szobánál egyet dobbantott a lábával, s oda bé ment. A leány is utána. És ott, abba a szobába egy ajtó megnyílott a falba. Lépcsők vezettek lefelé, és azon is lement a macska, ment a lány is. Hát a lépcsők mellett kétfelől olyan szép fák, hogy rettenetes. A leány erről is letört egy ágacskát, arról is letört egy ágacskát, de akkor a csendülés lett, hogy a macska hátra fordult. Ha a leány félre nem bújt volna a fa mögé, hát a macska meglátta volna. És így, ahogy ment a macska, egyszer csak hallja a leány, hogy olyan szép zene szól ott a fő alatt. A macska, mikor odaért, egyet bukfencezett, hát hallják-e, olyan szép királyfi lett belőle, hogy a napra lehetett nézni, de reál nem. Szólt a zene, mekkora nagy mulatság volt. A leány ezeket mind végignézte, és lassacskán visszament a szobájába. Más este megint jő a macska, hozza a drága követ. Leejti a leány elejébe. A leány úgy tett, mintha nem tudna semmiről. Haszontalan macska, hol jártál? Örökké elszöksz mellőlem? A macska csak dorombolt, hízelkedett. Egyszer azt mondja a leány, tudom, hol jártál, tudom, hogy ki vagy, és láttam mindent. Nézd csak, a tanuljál. Na hát, akkor a macska akkorát nyávogott, hogy még az ablakok is mind bétörtek. Erre a nagy nyávogásra a macska bőr lehullott, és egy szépséges, szép királyfi állott a leány előtt. Azt mondja a macska, én már királyfi. Addig kellett nekem macskabőrbe járnom, amíg egy leány felfedezi, hogy én hova s merre járok. De ha te már felfedezted, vidd ezt a sok drága követ, add el egy ékszerésznek, s fizess ki a palotát. Úgy is lett. A leány kifizette a királynak a palotát, a királyfival megesküdte, nagy lakodalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem voltak.